Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Ciklusszáró ülésén hallgatta meg a Vármegyei Közgyűlés a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatóját, amelyben beszámoltak a Vármegye ár- és belvízvédelmi helyzetéről, a vízügyi ágazat védelmi szervezetének és infrastruktúrájának felkészültségéről, valamint az aktuális fejlesztésekről. Kató Sándor megbízott igazgató következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt megyei közgyűlés! Hát aktuális valóban most a vízkárelhajtásnak és a vízgazdálkodásnak a témaköre, hiszen valóban a Dunán egy nagyon jelentős árvízi esemény történt, árvíz vonult le a Dunán, de nem csak most, nem csak szeptemberben, hanem június hónapban is előfordult egy hasonló nagyságrendű, ettől a mostani helyzettől talán egy kicsivel kisebb, de akkor is mind a két esetben júniusban is és szeptemberben is jelentős nagyságrendű erőket kellett átcsoportosítanunk innen a Felső-Tisza vidékéről. Júniusban 94 fővel, most pedig szeptemberben 145 fővel vettünk részt tevőlegesen a győri és a budapesti igazgatóság működési területén. Ezeken a területeken az állami fővédvonalakon, valamint a önkormányzatok megsegítésére a Dunakanyarban összességében 16 önkormányzatnak a megsegítésén vettek részt a kollégáink, és hát arra is szükség volt, hogy az itt meglévő, a Felső-Tisza mentén raktározott védelmi anyagokból szállítsunk el a védelmi területre, így a budapesti igazgatóság területére 300 ezer darab zsákot szállítottunk, míg a Alsó-Dunavölgyi Bajai Igazgatóság területére pedig 70 ezer darab zsákkal tudtuk segíteni a védekezési folyamatot. Visszatérve az eredeti előterjesztésre, én azt gondoltam, hogy egy pár gondolattal ki kell emelni azt, hogy milyen változások következtek be itt a vízkárelhajtás és a vízgazdálkodás területén. Hát azt kell mondanom, hogy egy jelentős változási tendenciát észlelhettünk itt mondjuk az elmúlt három évben. 2022-ben egy történelmi aszályt éltünk meg, 2023-ban volt egy viszonylag nyugodtabb időszakunk, hiszen abban az évben bár meleg volt, és a legtöbb meleg napot vagy forró napot igazából 2023-ban éltük meg, de a csapadék mennyiség és a csapadék eloszlása nagyon kedvező időben jött, így igazából semmi jelentősebb vízkárelhajtási esemény nem fordult elő 23-ban. Na most ugyanez már nem mondható el 2024-ről, hiszen itt a működési területen volt árvíz, volt belvíz, volt aszálykészültség, nem volt, mert van még jelen pillanatban is aszálykészültség, és volt vízminőségi káresemény is. 2023 év végén elkezdődött egy jelentősebb csapadéktevékenység, aminek hatására 24 tavaszának elejéig, február végéig összességében 5 esetben kellett árvízi készültséget elrendelni. Mindegyik vízfolyásunkon szükség volt készültség elrendelésére, a legmagasabb fokozat a másodfok volt, tehát nagyon nagy problémát nem okozott. Akkor lehettek volna problémák, hogyha az 5 árhullám egymást időben jobban követi, tehát egymásra halmozódnak az árhullámok, abból akár hasonló rendkívüli helyzet is kialakulhatott volna, mint amit tapasztaltunk most a Dunán. A csapadék miatt, ami lehullott nem csak itt a működési területünkön, hanem a vízgyűjtő területen belvizek alakultak ki. Itt a belvizeknek a területen tartása, a helyben tartása elsődleges feladatunk volt. Nagyon kis mértékben gondoltuk azt, hogy emeljük ki szivattyútelepekkel a belvizeket. Igazából a területen való vízvisszatartást próbáltuk meg elsődlegesen előtérbe helyezni. Ebben az évben július elejétől szeptember közepéig alakult ki egy olyan helyzet, amikor aszályvédelmi készültséget kellett elrendelnünk. Ez elsődlegesen szivattyúzásban merült ki, a Felső-Szabolcsi térségben mértünk az aszály állomások segítségével erős és rendkívüli aszály fokozatokat, és ennek kapcsán kellett arra a Felső-Szabolcsi körzetre elrendelni aszályvédelmi készültséget. És hát ebben az évben két esetben fordult elő olyan vízminőségi probléma, az egyik határon túlról érkezett, a másik pedig itt működési területünkön keletkezett egy ipari, egy konzervüzemnek a kibocsátása kapcsán, ahol készültség keretében kellett
eljárnunk. Tehát mindegyik helyzetet tudtuk kezelni, és hát igazából ott, ahol víztöblet volt az évnek az elején, már arra készültünk, és ezt már hatodik éve tesszük, hogy ott az év elején, február végétől elkezdjük a vizeket visszatartani, helyben tartani, ha jönnek árhullámok, azoknak a vízmennyiségét betározni. Ahogy mondtam, kevés vizet szivattyúztunk a belvízből, itt maradtak a belvizek a tározóinkba és a belvízcsatornáink területén. Igazából az árhullámokból tudtunk kiengedni a területre, ez főképpen tározóba történt, belvízi és árvízi tározóba és mélyfekvési területre történt víz kivezetése. Abban az idő, ez nagy vizekből történt meg, abban az időszakban, amikor nincsenek nagy vizek, de rendelkezésünkre áll szivattyútelep is, főképpen ott, ahol még napelemes kapacitás biztosítja az energiaellátását, ott szivattyúval emeltük ki, ez két helyen lehetséges, a Rétközi-tónál, Szabolcs-Veresmartnál és a Tiszatúr tározónál, Mirota térségében úgy emeltünk ki vizet, és még ami hozzá tartozott, ami főképpen a mezőgazdaságból élőket érintette, hogy ez évben május 27-én a belügyminiszter úr elrendelte a tartósan vízhiányos helyzetet, ami segítette a mezőgazdasági gazdálkodók munkáját. Felkészülésben terveket készítünk, elkészült az északnyírség vízellátásának koncepciója, azt követően pedig a vízjogi létesítési engedélye, de koncepciót készítettünk gyakorlatilag a megye teljes területére, kivéve a Rétközt, hiszen ott kedvezőbb helyzetben vagyunk vízellátás tekintetében. Elkészült a Keletnyírre, a Szatmára, a Beregre és a délnyírségi térségre is a fejlesztési koncepció. Igazából az árhullámok megfogására itt a megyével együttműködő és egy civil szervezettel együttműködve szeretnénk egy újfajta megoldási lehetőséggel minél több vizet itt tartani az árhullámokból és azt kivezetni a területünkre. Együttműködünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezetével és a WWF Magyarország alapítványával. Itt főképpen a gazdák irányába próbálunk meg a vízvisszatartásba együttműködni, és a települések részére is próbálunk meg alternatívát nyújtani a meglévő településeken összegyűlökező csapadékvizeknek a helyben tartásának, ilyen újfajta gondolatának mentén. Tudjuk azt, hogy milyen irányokat kell vennünk a jövőben, látjuk a fejlesztéseknek a szükségességét, akár a vízgazdálkodási, akár a vízkárelhajtási területen vannak elkészített terveink, azokból vannak vízjogi engedélyek, vannak már előkészített projektek is, és hát az együttműködéseket is megfelelő módon előtérbe tudjuk helyezni, nem csak hazai területen, hiszen nemzetközi vonatkozásban is rendelkezünk pályázatokkal, benyújtott pályázatokkal. A vízkárelhajtási művek felkészítettsége kapcsán még annyit tudok elmondani, hogy időarányos volt az előreadásunk, a következő előttünk álló téli és tavaszi időszakra a létesítményeink felkészítése megkezdődött. Ebben történt egy kis lendület megtorponás, hiszen az árvíz kapcsán a kollégáinknak a nagyon nagy része elment a működési területünkről, de a tegnapi nappal visszaérkeztek, beálltak ismételten a kollégák a munkavégzésbe, úgyhogy túlságosan nagy késés ebben nem következett be. Még november hónap folyamán gyakorlatilag be tudjuk fejezni a létesítményeknek a felkészítését. Több mint 300 millió forintból készült el a Ramocsaházát Laskoddal összekötő útszakasz. A beruházást több évtizede várták, ennek köszönhetően ugyanis a közel 20 kilométeres útvonal harmadára csökkent. A nemrég átadott 3 kilométer hosszú, 6 méter széles út minőségét szeretnék hosszú távon megőrizni, ezért mezőgazdasági gépek igen, de több tonnás kamionok nem közlekedhetnek rajta. Régen itt nem lehetett átmenni, ahol most állunk itt, még a 60-as években tó volt, vízállásos terület. Gyakorlatilag innen tőlünk nyugatra, itt ha két traktor elment, akkor már olyan gödröket vájt ki, mert olyan volt a talajszerkezete, hogy nem lehetett semmilyen más járművel átmenni, csak időszakosan volt elérhető ez az út. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kellett ide. Most nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy több mint 30 éve. Több mint 30 éve volt már erről szó, hogy a kettő község között, úgy mint a más települések között is, már a lehetőségeket akkor is méregettük, próbálgattuk. Ez már akkor még
Igen, igen, akkor még nem is a polgármester hivatal, még akkor tanácselnöki rendszer volt, már akkor is volt róla szó, hogy meg kellene ezt az utat valamilyen formában csinálni. Ezt egy jó pár éve Ragány Róbert, ramacsai polgármester kollégámmal beszélgettük, amennyiben lehetőség van, ezt az utat szeretnénk megpályázni, megépíteni, és itt is látszik ennek a jó együttműködése, hogy a két község milyen jó hatékonyan tudott együttműködni. Ez az út 2021-ben kapott támogatást, ez VP-s forrásból történt. 300 millió a támogatott összeg, önerővel együtt 317 millió lett, és gyakorlatilag ez a mezőgazdasági út, ami nem úgy néz ki, mint egy mezőgazdasági út, hiszen 2x3 méteres osztott sávval, összesen 6 méterben teljes forgalmi szélességben lehet rajta közlekedni. Ez nagyon-nagyon nagyon régóta várt út, hiszen ha jól számolom, már 80 évvel ezelőtt is óriási probléma volt az, hogy Laskoddal Ramocsaháza 3 kilométer távolságra küszködik, szó szerint küszködik egymástól, és hogyha körbe akarunk menni, akkor egy 20 kilométert kell utazni. Tehát ennek az útnak nagyon nagy jelentősége volt, nem csak mezőgazdászok számára, hanem a lakosság számára is, mert hogy rengeteg családi kapcsolat van, és a rokonság nehezen tudta tartani egymással a kapcsolatot, hiszen akkor, amikor még személyautó nem volt minden családnál, akkor gyakorlatilag kerékpáron, úttalan utakon kellett átjutni egymáshoz. Úgyhogy ez a beruházás hát életbevágó Ramocsáza és Laskod számára is. Ez egy nagyon-nagyon fontos útszakasz. Ékes bizonyíték annak, hogy a kormány is miként támogatja a települések közötti átjárást, átjárhatóságot, és igazából ez ékes bizonyítéka ezen útszakasznak, hogy a két település között ugye szoros a családi kötélékek kapcsolata, közös házasságok, rokoni szálak fűződnek, és ez idáig a kettő település, amennyiben egymás látogatására, megkeresésre volt alkalom lehetőség, akkor 2-3 községen keresztül menve 30 km-es, 20 attól fő mékrányból közelítőm a települést, kellett eljutnunk. Na most ezzel a lehetőséggel, ezzel az út lehetőséggel egy 3 km-es útszakasz épült meg, ami mondhatom azt, hogy 5 perc, és már észreveszünk, hogy a rokoni szálak voltak, akik évekkel ezelőtt nem voltak idősebbek Laskodon, a körülményesebb átjárhatóság miatt, és most megkeresik, átjárunk, szorosabb a kapcsolat, és ez mindenkinek jót tesz. Nem utolsó sorban a helyi gazdáknak, mert mint láthatjuk, mögöttünk, előttünk, körülöttünk helyi gazdálkodók folytatnak munkákat a területen. Itt a zöldségtől a gyümölcsig, a mezőgazdasági kultúráig minden megtalálható. És itt, ahol most állunk, az elmúlt évben, években szó szerint mondom, hogy olyan útszakasz volt, hogy erőgépekkel is eléggé nehéz volt időszakonként elmenni, annyira rossz minőségű volt ez az út, mint földút. Itt egy fás, benőtt cserés útszakasz volt, ami igazán mondhatom, hogy egy áldás, hogy ez megépült mindannyiunknak, úgyhogy ezért köszönet a részvevőknek. Itt nem is csak a két település közötti kapcsolatot emelném ki, hanem azt is, hogy azért jelentősen rövidülnek le utak, akár mondjuk a megyei jogú város felé, Nyíregyháza felé, és ezáltal könnyebbé válik az itt élőknek is az élete. És azt hiszem, hogy azért valóban az, hogy legyenek ilyen utak, ahonnan el lehet jutni. A két település közötti kapcsolatot is lehet erősíteni, valóban lehet erősíteni a hivatásforgalmat, és hát azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy azért azok a mezőgazdasági területek, amelyek itt vannak, oda valóban úgy lehessen kijutni a termelőknek is és a gazdálkodóknak is, hogy biztonságosan tudják megközelíteni a területet, illetve maga az út biztonságos legyen azoknak is, akik egyébként más célra veszik igénybe. Úgyhogy több célt kielégít ez az út, egy nagyon régen várt beruházás, és nagyon örülünk annak, hogy most ez megvalósult. Életem első szerelme az egy laskodi lány volt. Bevallom őszintén, már nevét nem tudom, de ez megmaradt bennem, hogy leskori lány volt, de természetesen ez plátói volt, mert valamikor olyan 6 éves lehettem, és valamilyen közös programba, talán lehet, hogy Hodászon egy táborban voltunk, és az bennem van, hogy Laskod, és valami miatt én bennem mindig bennem volt, hogy majd egyszer Laskodra is el kell jönnöm, és ezt el kell mondanom, hát örülök, hogy ezt most megtehettem. Ezt már én kipipáltam, ez volt, talán rajta volt a bakancs listámon. A másik dolog, amit mindenképp el szeretnék mondani önöknek, az hogy
Én nagyon szeretek ilyen átadókra járni. Az előttem szólók már mindent elmondtak, hogy miért volt ez fontos, majd én is ki fogom ezt egészíteni, de ilyenkor én megmondom önöknek, hogy előveszem Adolf Zukor, a Paramount Picture alapítójának az egyik magatartását, aki azt mondta, hogy amikor ő fiatalon kiment New Yorkba, és ott megalapította a Paramount Picture-t, és gyakorlatilag majd egész Hollywood onnan indult, akkor azt mondja, hogy amikor ő egy filmet nézett, akkor gyakorlatilag nem a filmet nézte, hanem a közönséget. És azt nézte, hogy a közönség hogy reagálja le a filmet. Na, bevallom önöknek, hogy én nagyon sokszor ezt csinálom, és most is ezt csináltam. És azt az örömöt, hogy ott a tőlem most balra álló hölgykoszorú, amikor a Laskodi polgármester úr ecsetelte a Laskod számára való fontosságát ennek az útnak, akkor azt a lelkesedést a szemükbe, a fejükbe, hogy hát így van, ezt ő sem mondhatta volna jobban. Azt gondolom, hogy ezek az arcok, ezek a bólintások, ezek a lelkes szemek mindent elmondanak arról, hogy miért volt is fontos ez az út. Mindkét község életében egy nagyon fontos pillanat érkezett el a mai napon. Megvalósult egy olyan közös beruházás, a két települést összekötő közúti távol, ami a közúti távolságot 20 kilométerről 7 kilométerre csökkentette le. Ez egy óriási dolog. A két szomszédos település eddig ugye Baktorvonatház és Petneháza felől lehetett megközelíteni. Én jó magam is munkám kapcsán napi szinten évekkel ezelőtt átjártam Ramocsaházán, és volt olyan eset, amikor Nyíribronyból el kellett volna jutnom Laskodra, és bizony egy nagy kerülővel lehetett ezt csak megoldani. Milyen jó lett volna, ha ez az út akkor már kész van. Legközelebb már biztosan erre megyek. Annak érdekében, hogy ez a távolság egy harmadára csökkenhetett, 2885 méter hosszú és 6 méter széles aszfaltozott út került kialakításra, meglévő földútnak a nyomvonalán. A megvalósításhoz a két önkormányzat konzorciumban, vagyis közösen a vidékfejlesztési program keretében meghirdetett külterületi helyi közutak fejlesztési című pályázati felhívás keretében adott be kérelmet hivatalunkhoz, és hál' Istennek ez a pályázat nyert. A sikeres pályázatnak köszönhető, hogy a közösen elnyert támogatási összeg, ami 299.905.000 forint volt, a támogatási intenzitás ennek a jogcímnek az esetében 95%-os, ami azért elég jól jelzi, hogy az Európai Unió és Magyarország kormánya számára is milyen fontos az, hogy a vidéki térségekben is ilyen fontos beruházások megvalósulhassanak. A két település együttműködése azt gondolom, hogy példaértékű, és napjainkban igencsak megbecsülendő. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről, hogyha a pályázatokról beszélünk, akkor mindig ott vagyunk az élbolyban. Tehát ebből a megyéből megy be a legtöbb pályázati igény, ebben a megyébe van nagyon komoly támogatási összeg elnyerve, és úgy gondolom, hogy az útfelújítás az pedig mindig fókuszban volt, és látható az, hogy akár vidékfejlesztési programból, akár magyar falu programból, akár közutas fejlesztésekből, topos fejlesztésekből rengeteg út és útfelület újult meg az utóbbi időben, és ez a folyamat tovább fog folytatódni. 2021-ben került beadásra ez a pályázat. Laskod és Ramocsaháza akkor egy olyan közös fejlesztésbe kezdett, amely évtizedek óta váratott magára, mint ahogy ezt már korábban is hallottuk. Sok munka, gond, küzdelem és áldozat révén valósult meg mindez. Sok akadályt kellett leküzdeni a pályázat megvalósítása során, az engedélyes tervek elkészítésétől a közbeszerzési eljárás lefolytatásán keresztül az építési munkák elvégzéséig, de a mai napon, ha végignézünk ezen az útszakaszon, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a sok munka, fáradozás megérte. Jövő héten lesz a forgalomba helyezési eljárás. Még gyakorlatilag turisztikai célra használják a lakosok, hiszen kerékpároznak rajta, személygépkocsival átmennek, Laskodon van például olyan pékség, ahová szívesen át kerékpároznak és vásárolnak, illetve a rokonok látogatják egymást. Mezőgazdászok most kezdték el használni, hiszen most van a betakarítási szezon. Mivel ez ebben a projektben Ramocsaháza és Laskod község önkormányzatának tulajdon ez az út,
közel fele-fele arányban, ezért a mi fenntartásunkba kerül, a mi karbantartásunk alá fog tartozni, és mi nem szeretnénk azt, ami elterjedt itt az alsóbrendű utakon, hogy a kamionosok ezt használják lerövidíteni azt az utat teljesen szabálytalanul, amivel tönkreteszik az ilyen jellegű és a nagyobb kategóriájú utakat is. Úgyhogy mi korlátozásokat vezettünk be, a mezőgazdászok szabadon használhatják ezt, viszont nagyon nem szeretnénk azt, hogy nagy 40 tonnás gépjárművek ezen közlekedjenek. Közel 450 millió forint értékben futnak pályázatok jelenleg Nyírpazony területén. Az öt beruházás részben a terület és településfejlesztési operatív programból, részben a Magyar Falu programból valósul meg. Most még régi nyomtatók és padok töltik meg a Nyírpazonyi Általános Iskola udvarán lévő kazánház épületét. A közbeszerzés előtt álló projekt eredményeként azonban hamarosan egy közétkeztetést biztosító 200 adagos melegítő tálalókonyhát és 60 fős éttermet alakítanak itt ki. A beruházás mintegy 250 millió forintból a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően fog megvalósulni. Ezzel pedig a helyi iskolások régi vágya teljesül majd. Jelenleg a településen az iskolai tanulóknak a főétkezése úgy van megoldva, hogy átsétálnak az óvodának az ebédlőjébe, és az óvoda ebédlőjéből jönnek vissza a délutáni tanórákra. Ez oldódik meg azzal, hogyha ennek a pályázatnak a végére tudunk járni, és befejeződik a beruházás. Főétkezést akkor ebben a tálalókonyhában fogják lebonyolítani, és ami még jó hír, hogy gyakorlatilag a főétkezésen kívül lehetőség lesz tanteremként is használni magát a létesítményt. Erre pedig nagyon nagy szükség van, ugyanis olyan feszített a létszám az iskolának, hogy tanterem gondjaink vannak, és így kényelmesebben lehet lesz a tanulás is lebonyolítani. Előkészítés tekintve közbeszerzés előtt áll a pályázat, hogyha a közbeszerzés eredményes lesz, akkor hozzákezdünk a kivitelezési munkákhoz. Nagyságrendileg egy 370 fő az iskolai tanulói létszám most jelenleg, és ez kettő tanterem pluszt jelent, és akkor 30-30 fő, tehát két osztály egyszerre el tudja helyezni az iskola ebben a tálalókonyhában, és a főétkezések kivételével akkor lesz lehetőség arra, hogy akkor használják tanórákként. A konyha jellegét megtartják, ezért csak a nem specifikus órákat tudják majd itt megtartani, például reáltantárgyakat. A Széni Károly magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában utoljára 2015-ben volt nagyobb felújítás. Ott a külső homlokzatnak és a tetőnek a szigetelése valósult meg, ha jól emlékszem, körülbelül olyan 150 millió forintos nagyságrendű értékben. És az iskolának van egy nyertes pályázata 1 milliárd forint értékben tanterem bővítésre. Ezelőtt állunk, és ennek a technikai részleteknek a kidolgozása történik, most is van folyamatban. A négy tanterem kialakítása már a tankerületi központon keresztül fog megvalósulni. Itt felmerült az a megoldás, az a technikai kivitelezés, hogy az iskolának az úgymond 1984-ben épült új szárnyának kap még egy emeletet, és az iskolai tornateremre is még egy emelet kerül rá, és akkor így lesz a kialakítás megvalósítva. De nem csak az iskolán végeznek időszerű felújításokat. Magyar Falu program keretében pályáztunk egy temetői urnafalnak a kialakítására, és erre nyertünk 6 millió forint értékű összeget támogatásként. 2011-ben építettük az urnafalunkat, amely sajnos betelt, úgyhogy a bővítése szükséges. Maga ez a pályázat még kivitelezés előtt áll, ennek még nem kezdtünk meg. Neki szeretnénk a most futó top pluszos projekteinket lezárni, és akkor utána belekezdeni ebbe a beruházásba. 24 férőhelyes urnafalnak a kialakítását teszi lehetővé. Ebbe igyekszünk, egyébként működtetünk egy település üzemeltetési KFT-t, és a KFT-n keresztül megoldani a beruházásnak és a kivitelezésnek a nagy részét, hogyha lesz támódunk és lehetőségünk. Az úthengerek egy része már a parkolóban pihen, de az útfelújítási munkákat jelző táblák még ki vannak téve Nyírpazonyban. Top pluszos forrásból mintegy 68 millió forintból 1,6 km hosszan újul meg a Vasvári Pál utca egy szakasza.
Műszaki tartalmát tekintve úgy néz ki, hogy egy 5 méteres útszakaszról volt szó szélességét tekintve, bővül 1 méterrel, és így 6 méter széles lesz, illetve az útparkával szükségszerűen. A 6 méter szélesség pedig lehetővé teszi azt, hogy felezővonal lesz felfestve az útszakaszon, és talán azt várjuk, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés ezen a részen. Egyébként a Vasvári Pál utca az a településnek az egyik legforgalmasabb utcája. Végeztünk már forgalomszámlálást, vannak olyan időszakok, különösen a 4 órai, amikor iskolából hozzák a gyerkőcöket. Egy olyan 250 autó halad el az útszakaszon egy óra alatt, úgyhogy az leterheltséget tekintve település szinten az nagyon-nagyon magas számnak számít. A pályázat maga 80%-os állapotban van kivitelezését tekintve. Jól haladnak a munkák, és úgy néz ki, hogy le is tudjuk zárni magát októberbe, és akkor az elszámolása megkezdődik a kincstár felé. Szeptember elején kezdődött az útfelújítás, és itt tényleg nagyon nagy köszönetet és hálát tudunk mondani a lakosságnak azért, hogy kisebb, nagyobb fennakadásokkal gyakorlatilag letudtuk a beruházásnak az oroszlán részét. Természetesen kocsibejárók egyeztetése van most folyamatban, hiszen vannak olyan helyek, ahol jelentős szintkülönbségek vannak, azoknak a bejáratoknak a megoldása a biztonságos közlekedés miatt várat még magára, de tényleg nagy türelemmel voltak a település lakosaink. Igyekeztek egyébként nagyon sokan elkerülni azt az útszakaszt, hiszen forgalomlezárások voltak, egy irányosítások voltak azon a különösen aszfaltozásnál azon az útszakaszon, és ráadásul sajnos egybeesett szeptember 1-ével az iskola kezdéssel is, úgyhogy tényleg hálával is köszönettel tartozunk ezért a türelemért a település lakosságának és minden áthaladónak. De más projekt is kivitelezési szakaszban van. A településen lévő sportcsarnok épülete a vonatkozó hőtechnikai követelményeknek nem felelt meg. Legalábbis eddig, most egy top pluszos pályázat teszi lehetővé a korszerűsítést. Energetikai pályázatról van szó, amely egy 40 kW-os napelemrendszernek a telepítését és összesen 5 darab hőszivattyút, 80 kW-os teljesítményű hőszivattyúknak a telepítését tette lehetővé. Szintén kivitelezési szakaszban van a pályázat, és úgy gondoljuk, hogy az utas topos pluszos pályázatunkhoz hasonlóan októberben le tudjuk zárni, és akkor megkezdhetjük az elszámolást magával a pályázati összeggel, amely nagyságrendjét tekintve 58 millió forint. Tódacsarnokunkról talán annyit érdemes tudni, hogy önkormányzati fenntartásban van, 2022 óta üzemel, és úgy látjuk, hogy a rezsiköltségeknek a 90%-a az fűtésre megy el. Ezen fog bizony benne enyhíteni a mostani beruházás, nem is kismértékben. És ami még jó hír, hogy olyan kedvező a fogadtatása, akár település szintén, akár pedig a környező települések lakossága részéről, hogy maximális kapacitással és kihasználtsággal üzemel a tódacsarnokunk. És a plusz dolog még az, hogy a bevételeket és a kiadásokat tekintve még mindig rentábilis az üzemeltetése. Egy napot hagy emeljek ki, magának a 0 fokos, 1 fokos időjárás esetén ahhoz, hogy a tornacsarnokban 18 fokot, 19 fokot tudjunk biztosítani, nagyságrendileg körülbelül egy olyan 50 ezer forint értékű gáz fogyott el, akkor, amikor a gáznak az ára 1000 forint per köbméter volt, tehát olyan 50 köbméter nagyságrendű volt a fogyasztása. Természetesen ez a helyzet konszolidálódott, és nagyságrendileg kevesebb a gáz köbméterenkénti ára is, de egy olyan 20%-os költségmegtakarítást várnánk a tornacsarnok esetében, amennek olyan 12 millió forintos hatási kiadása. Így a SZIKE, vagyis a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sportegyesület is komfortosabb és költséghatékonyabb körülmények között tudja majd itt tartani az edzéseket. Van még egy top pluszos pályázatunk, szintén egy olyan 60 millió forintos nagyságrendben, ez pedig az óvodai ebédlőnek az átalakítása volt csoportszobává. Ez a pályázat is azért volt szükséges, mert az óvodai létszámunk is, ott is kellemes létszám kihívásokkal szembesültünk az utóbbi időben, hiszen egyre növekvő a településen az óvodai létszám is, és be kellett indítanunk a 7. csoportot, 6 csoporttól üzemelt az óvodánk. A 7. csoport elhelyezésére pedig csak úgy volt lehetőségünk, hogy az iskolai ebédlőt alakítjuk át csoportszobává. Ez történt meg a nyár folyamán, júliusban elkezdődött a munka, és szeptember 1-én be tudtak költözni az óvodások, így meg tudták venni és használni tudják most már azt a csoportszobát is.
Korszerűsítették és új épülettel bővítették a városi bölcsődét Tiszavasváriban. Az új csoportszoba kialakításával immár 92 gyermeket tudnak fogadni. Emellett számos fejlesztés zajlott az elmúlt időszakban a városban. Szőke Zoltán 2018-ban időközi választáson nyert el a választók bizalmát Tiszavasváriban, majd egy év polgármesteri tapasztalat után további 5 évre sikerült meghosszabbítani a mandátumát. Én hálás szívvel köszönöm a tiszavasváriaknak a támogatást, hiszen azt gondolom, hogy ezekben az időszakokban, ebben a 6 évben Tiszavasvári óriási lendületet tudott szerezni. Elkezdődött egy munka, elkezdődött a városnak a fölzárkózása, ez viszont arra volt szükség, hogy a tiszavasváriak lássák azt, hogy bennünk a mi politikai erőnkben van lehetőség. Én úgy hiszem, hogy megtettük a tőlünk telhetőt, ettől függetlenül még sok a feladat, és nem polgármesterként, képviselőként továbbra is dolgozni szeretnék a városért. Gyakorlatilag Tiszavasvári 2018 őszéig egy leszakadó település volt, egy leszakadó járás központ, elmaradott infrastruktúrával, nagyon sok kihívással, nem energiahatékony épületekkel, szétzúzott közösségi élettel, bezárkózottsággal. Mint ahogy mondtam, 2018-ban a tiszavasváriak adtak egy lehetőséget nekem, nekünk, és innentől kezdve elkezdődött egy építkezés. Első körben leültünk a megbízott képviselőkkel, intézményvezetőkkel, vinnőgyőző képviselőúrral, és átgondoltuk, hogy Tiszavasváriban mi is az, ami azonnali beavatkozást igénye. Hát az azonnali beavatkozás gyakorlatilag az infrastruktúrának a fejlesztése volt, azon túlmenően pedig gondolkodtunk a képzésekben, gondolkodtunk a hátrányos helyzetűeknek a felzárkóztatásában, és elkezdődött 18-ban egy munka. 18 és 19 között rövid idő volt, egy esztendő, de akkor is 360 millió forintnyi egyedi kormányzati támogatás érkezett ide Tiszavasváriba. Utakat újítottunk fel, kamera rendszert építettünk, az orvosi rendelőnket belülről felújítottuk, energiahatékonyabbá tettük, kazáncserék és egyebek, valamint gondolkodtunk további pályázatok megmentésében, és nagyon sok régi, vagyis több régi topos pályázatot sikerült megmenteni. Itt említhetném a Minimanó óvodának a felújítására újra vagy elnyert pénzt, említhetném az ipari parkunkat, a Varázsteruza óvodának az felújítására elnyert topos forrást, és hát belügyminisztériumi támogatásokat. Eltelt a 18-19-es esztendő, jött a 19-es önkormányzati választás, még egy komolyabb felhatalmazást kaptunk, mind a 8 egyéni körzetet sikerült megnyernünk, és polgármesterként újra megtiszteltek a tiszavasváriak a bizalmukkal, és azokban az esztendőkben, 19-ben és 20-ban egy komplex felzárkóztató programot dolgoztunk ki, 2020 őszén pedig Tiszavasvári egyedi kormányzati támogatásban is részesült ebben a programban. Ebből a programból nagyon sok minden megvalósult már, most én említhetném az orvosi rendelőnek a teljes felújítását, de amire rendkívül büszke vagyok, az a mentőpontunknak a kialakítása, hiszen ezt az idei esztendőben 24 júniusában adtuk át, és már emberéletekben mérhető, mert az átadást követően nagyon rövid időn belül Tiszavasváriban sikeres újraélesztést hajtottak végre, nagyon sok beavatkozás volt, nagyon sok helyre kellett vonulnia a mentőknek. Gyakorlatilag 12 órában itt vannak Tiszavasváriban, és állnak a tiszavasváriak és a tiszavasvári környékén élők rendelkezésére. Topos pályázatainkat valósítottuk meg még az 5 esztendőben, piacot újítottunk fel, 86 férőhelyes parkolót építettünk, műfős focipályát építettünk, nyertünk hacsos pályázatokat, ebből megvalósult egy kutyafuttató, amit nemrégiben adtunk át, de önerőben is, vagy saját erőben is idézőjelben gondolkodott az önkormányzat, hiszen a nehéz anyagi helyzetünkön túllépve, nagyon sok radikális döntést és racionális döntést meghozva az önkormányzat hitelképessé vált. Közel 1800 lámpatestet cseréltünk le, közvilágítási lámpatestet, és cseréltünk ledes világításra, ami 10 milliókban mérhető megtakarítást eredményez. Tehát mondhatom azt, hogy Tiszavasvári a fejlődés útjára lépett, és nagyon-nagyon sok pozitív irányba történő elmozdulás volt. Energiahatékonyak lettünk, óvodáinkat felújítottuk, Minimanó óvodát, Varázsszeruza óvodát, megépítettünk egy tanodát és egy biztos kezdett gyerekházat, vagyis felújítottunk, ami azért fontos, mert az egyik kormányzati támogatás tekintetében
mert nem csak egy infrastruktúrális fejlesztésről van szó, hanem a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról. 30-30 gyermek és szülő és család vesz részt ebben a programban, és további felzárkóztató programokban is gondolkodunk. Úgyhogy Tiszavasvári azt gondolom, hogy elindult egy olyan úton, amire nagyon nagy szüksége volt, és bízom benne, hogy ezen is fog tovább menni. A közösségi életünk is nagyot mozdult előre, nagyon-nagyon sok nagy rendezvényünk volt, az Öhönforgató Fesztiválunk szinte már kinőtte a helyszínt, az Úzas Lév Fesztiválunk egyre ismertebbé válik, és hát a civil támogatások kapcsán, a múzeum és a Találkozások Háza sikeres pályázatai kapcsán több nagy koncertünk volt, nagy rendezvények voltak, nyári rendezvények, és mert kinyílt a város a környező településekről, és mindenhonnan máshonnan is érkeztek hozzánk. Kedves nézőink, mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük a figyelmet, legközelebb ezzel a műsorral hétfőn találkozhatnak, viszontlátásra!